Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Itten Halató vagyok, és lehet töltve ez a QuizHash GUI, itt forráskódó, alkalmazás, és nem itt kell egyítnom, hanem egy másik mappába. És ez át fogja nézni a SH256-ot. Kiválasztom a letöltött Microsoftos ICO-t. És ennek a számsornak kell lennie, ha nem az, akkor sérült a képfál. Egyszerűen be van tiltva a torrent is, a torrentom jóval stabilabban jönnek át a fájlok letöltve, mint a HTTP protokollokon. De ez van. Ha egyszerűen betiltanak valamit, akkor be van tiltva. Mert azt hiszik, hogy nem szabad tölteni le nagyon, le torrentolni, hát ottan illegális tartalmak mennek. Milyen illegálisak? Nem lehet azt tudni. Átnézi, és ki fog derülni. És itt a kicsi alkalmazáson mindent el lehet nézni. MD5, SH1, SH3, SH512, Blake, 2B. Egy egyszerű verzió, nyitforráskódó. És akkor azért. Kiderül, hogy megegyezik. Nagyon fontos leellenőrizni. Ha nem, nincs leellenőrizve, akkor lehet, hogy gondok vannak benne, sérült lesz valami. Bájtok elmennek, elmosódnak. Nem vicces az. Nagyon nem szoktam átnézni. Ez a legelső, hogy átnézem. Egyáltalán jó az ISO képfel. Már volt olyan is, hogy nyitvorás kódon hamisította be egy luxot. Volt példa rá, hogy nem néztek át nagyon sokan át a hashfájlt, és egyszerűen vírus volt rajta. Megesik. Legjobb, hogyha ebben a quick hash-e. Át kell mindent nézni, ami le van töltve. Ilyen ISO képfájlokat, mert azt a legkönnyedén bírják hamisítani. Át is nézi. Ki fog derülni. Hát ilyen SSD-kben nem bízok meg, mert jóval jobban sérültebb, sérülékenyebb. És nem mondja el meg a köznépnek meg, hogy mennyire rossz. Sokkal hamarabb elveszíti az adatokat, sérültebb. Adatolvasás hibák vannak rajta. Eléggé sok. Hibái vannak az SSD-nek. Alig 2,5 éves, és már látszik rajta, hogy gondok vannak. Itt van a hash. Kimásolom. Kettőt összehasonlítom. Jó. Jó lett letöltve. Ennyi lett volna a videó. A legegyszerűbben egy kicsi alkalmazása lehet ebben a quick hash-e. Ami nyílt forráskódó. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.